Na, Halli, szia, szevasztok! Ma kertészkedni fogunk, a napraforgón kép nyugodnak el, mert olyan szar időnk van, hogy nem akar befordulni, mivel érzi, hogy milyen erősségű a fény, ezért bizonyos fényviszonyoknál nem kapcsol be. Na, mindegy. Szóval ma kertészkedni fogunk, és az alsó kertem már régóta nem volt foglalkozva, ott a fűnyíró. Ott lent a másik fűnyíró, és itt pedig ágat kellene darálni. Na, mindegy is. Annyi a lényeg, hogy elővettem a robikapát, és hozzá a fűnyírót. Most két variációnk van. Vagy beindítjuk az egyik fűnyírót, vagy megpróbálkozunk megkínlódni ezzel a fűvel, a robikapával. De először megkínlódunk. Na, szóval, fiúk, lányok, muszáj voltam elmenni gumibelsőt venni, mivel leszakadt a szelep. Most így kézzel megvizsgálom, hogy ne nincs-e benne csavar, vagy valami, ami kiukasztotta. Na, nincsen. Hú, de jól el van ázva a kesztyűm. Na, és akkor most behelyezzük a helyére a dolgokat. Különben esett itten közben egy kicsit az eső. Azt hittem nem tudom folytatni. Fel kéne venni a kesztyűt, mert Levente letol, hogy nincs rajtam kesztyű. Elfogytak a kesztyűim. Ezért a lyukas is jó lesz fordítva is. Na, mindegy. Oké. Na, tegyük hát vissza ezt a kis kereket. Most azt nem tudom, hogy így kell álljon, vagy fordítva, de nekünk jó lesz így is. Nem tudom, miért vettem le a felnéről a külsőt. Szerencsére a közelben van. Van üzlet, és lehet venni ilyen dolgokat. Hűha! Na, akkor ezt tehát úgy fogjuk csinálni, hogy ezt így behelyezzük. De szerintem ezt felgyorsítjuk. Ez nem igaz, hogy mindig kell legyen valami. Elszakadt a szíj. Tök vagányul. Na. De mindjárt könnyebb evel nyírni. Jó, nem 100%-osan nyír, de viszont magától megy. Nem kell tolni. Na jó. Leszedem a szíjat, és keresünk valamit hozzá. Mutatni, hogy mi folyik itt amúgy. Hát onnan nem sokat fogtok látni, az biztos. A szíjat már betettem a helyére, van egy ilyen feszítőnk, ezt is valahogy ide be kell biggyeszteni, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy hogyan. Mert az alsó kapakot, mikor levettem, akkor úgymond szétesett a cucc. Na, nem baj, megpróbálom behelyezni.
remélhetőleg jó szíjat találtam. Hát régi használt szíj, de... Az a fontos, hogy működjön. Közben én letettem a csavarokat valahova. Na, immáron működik. Nem tudom, mennyire fogok hallatszani. Ugyebár van egy ilyenünk. Ha ezt behúzom, akkor elkezd menni. Szuper. Nem is kell menjen a faszom, már vágja kifele. Ezt ha meghúzom, akkor... elkezdi vágni a füvet. Ezt így le lehet rögzíteni a kar. És tudunk menni előre. Csak ezekhez a műveletekhez egy kicsivel több gáz kell. Na, most már, hogy működik, menjünk és nyírjuk tovább a füvet. Egészen jól haladunk, hát ott még van egy kevés, de mindig, meg itt is van egy kevés, jaj, de mindig be kell üssön valami, mindig valami közbe kell jöjjön, és most is. Hát, a kormány rudunk eltört, na most valahogy onnan ki kéne halászni, onnan. És akkor felvinni csak a kart és leheggeszteni. Szépi szuper. Na, hogy ne csak timelapse-ből álljon ez a videó. Akkor hát ugrodjunk neki újra. Már azt hiszem harmadjára hadserbe. Na szóval, mi van itt nekünk? Közben elkezdett cseperegni az eső is. A kormánya már régebben is probléma volt. Nem hiszem, hogy az eredeti. A kerekeket már én raktam rá. Hát ez is egy ócska vagy szökevény volt. Karburátor tisztítás után be is indult. Hát látszik rajta azért, hogy megviselt. Kissé lehetne rá fordítani egy kis időt, hogy felújítsuk még szebben. Ez szerintem nincs semmi értelme, ez egy kerti gép, az a dolog, hogy dolgozzon, nem az, hogy jól nézzen ki. Mert attól nem fog szebben vágni a kései, amik igencsak tropák. Nem vágja olyan szépen ezt a gazt. Nem is fűnek nevezném, inkább gaznak csak. Úgy. Gázkart. Úgy is manuálisan állítom, ezt lehet meg kéne húzzam, és akkor tudnám állítani kézzel. Ez nem működik itt fent. Be van rohadva. Na jó, akkor hozok valami fogót, és kihalásszuk azt a csonkot onnan. Mivel ez már így most. Aha. Még itt fogja egy ilyen cucc.
Ahogy ezt így fel is tudjuk vinni most már. Hát, csavarokat nem szóltam még el. Kéne nekünk ez a darabka innen belülről, de ez egy gumiágyba van benne. Ez meg egy csavar fogta, szóval hozok még egy csavart is, hogyha lelek hozzá. Ez a fedő megvan, de mivel annyiszor volt vele probléma, nem tettem vissza, de lehet, hogy most már vissza kéne tegyem. Meg azt hiszem, tudom is, hogy hol van. Megkeressük mindjárt. Na, kész is vagyunk. Meghegeztettem. Most pedig, hát ha vissza fog menni a helyére, habár ez egy érdekes művelet lesz. Itt van neki egy ilyen gumi kis perseje. Rezgés csillapítója. Nem tudom, mennyire fog bemenni, mert én felvittem, de próbáltam egyenesen hegeszteni, de hát nem biztos, hogy sikerült az egyenes hegesztés. Lehet, hogyha tennék bele egy kis vazelint, akkor könnyebben becsúszna, de azért nem akarok bele vazelint rakni, mert akkor könnyebben ki is csúszik. Úgy. Bemegy ez szépen lassan. Jó. Na, lássuk, én hoztam két darab csavart, mert nem volt neki rögzítő csavarja, és most akkor egyúttal már le is rögzítjük, hogyha meglelem a csavart. Nem ideális hosszúságú, az biztos a csavar. Csak ilyet találtam most fent. Hát elfér. Elfér, szóval. Jó lesz ez is. Van itt elég hely. Még mehetne beljébb egy picikét. Olyan fantasztikusan kitalálta ez a valaki, aki behegesztette itt ezt a kereszttartót, hogyha elszakad a szíj, vagyis a berántó kötél, akkor esélyed nincsen, anélkül, hogy kivegyed ezt a kormányrudat, hogy behúzd a berántó kábelt. Remélem, valamit fogni fog rajta. Úgy, hát ebben is meg vagyunk. Ja, vissza kell rakni a karokat. Na, akkor rakjuk vissza a karokat a helyére. Jó, hát gondolom ez volt ezen az oldalt. A másik pedig a másik oldalt. Ezt így rögzítjük is. Jó, le tudtam venni ezeket róla, mert akkor fel kellett volna menni. Az meg érdekes, kormányzás nélkül felmenni.
kacok. A kis fűnyírócska működött. Le van nyírva. Szóval még ottan lesz egy kicsi melóm. Ottan vele. Aztán pihi. Hoppa, 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 hoppa. Na de én már navált titeket nem untatlak. Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!